Szervusz Péter, túl vagyunk a 2014-es szezon harmadik futam, a második Mária Pócsi futam. Mesélj, mi történt veled, hogy alakult a hétvégét? Túl vagyunk, hát annyira nem volt sikeres a hétvége, azt mondhatom, hogy voltak tök jó részeredményeink. Tudtunk jókat menni, de hát összességében sajnos végül a B-döntő második helyével kellett megelégednünk, pedig úgy érzem, hogy hát a szombati második idő után, második helyezés után bizakodhatunk abban, hogy végre, ami Nyírádon elment, ugye a dobogós helyezés hát, hogy itt összejön, de aztán a mai nap nem jól indult, mert a második előfutam egy jó rajt után el tudtam menni, a harmadik körbe eltört az első féltengelyem. Megpörögtem, ugye nem tudtam csak hetedik időt menni, így is még a harmadik helyen álltunk a két előfutam alapján. Egyértelmű volt, hogy a harmadik előfutam egy nagyon jót kell menni. Csináltam is egy nagyon jó rajtot, majd az egyenes végén az aszfalton féktávon megint eltört a féltengely. Ugye innentől kezdve egyértelmű volt, hogy a B-döntőből tudunk menni, B-döntő második helyéről. De előttünk volt az iszonyú feladat, hogy oldjuk meg a problémát, hogy most két féltengely egymás után eltört. Megtaláltuk a bajt, nekiálltunk orvosolni. Itt szeretnék köszönetet mondani a csapatnak, hiszen emberfeletti munkát csináltunk be az egész első futamot, át kellett építeni. Közben kiderült, hogy az első diffink is elrepett a ház, azt is összecsavaroztuk, vagy kibírja, vagy nem. Az utolsó pillanatra készültünk el, de szeretném megköszönni a többi versenyzőtársamnak, akivel a B-döntőbe együtt mentünk, mert ők is azt mondták, ha kell, akkor kikérik a két percet, hogy elkészüljünk. Ez egy nagyon sportszerű mozzanat volt tőlük, hiszen ha azt mondják, hogy nem, akkor ugye nem tudunk rajthoz állni, de odaértünk, köszönöm nekik is. A második helyről indultam, nem volt más, mint egy nagyon jó rajtot csinálni, hiszen mellőlem nem más, mint Mózer Attila ment, akinek a Skodája iszonyatosan erős. Attila is nagyon jól megy, már Nyírádon is összecsaptunk. Sikerült a mintaszerű rajt, iszonyú gyorsan értünk az aszfalt végére, ott vettem egy nagyon rövid féktávot, nagyon poros volt, egy picit a Murmáson kicsúsztam, Attila kihasználta a lehetőséget, és egy lapra föltél mindent, bejött mellém, kocantunk egy kicsit. Ennek hatására még Fekete Zoli is elment, őt mindjárt szinte azonnal vissza is előztem, és nem volt más, mint Attila nyomába eredni, és hát mondhatom azt, hogy fej-fej mellett, vagy lökhárítón autóztunk négy kört, ami iszonyú jó volt, voltak támadási lehetőségeim is, de aztán a technika végül ezt a csatát beszüntette, mert a motorom csapágyas lett, úgyhogy vissza kellett vennem a tempóból, és végül a második helyen begurultam. Most megint azt mondhatom, mint Nyírádon, amikor eltört a vezérhőtengely, hogy még nem volt csapágyas motorunk. Most ezt is megértük, de sajnos tudjuk az okát, mert elő van a hűtőnk, viszont annyira fölmelegedett az olaj, hogy nem bírta ki. Úgyhogy hát sajnos egyfelől bosszankodunk, mert ha az A-döntőn ott vagyunk egyenes ágon, akkor úgy érzem, hogy egy dobogóra odaérhettünk volna, vagy legalábbis csatázhattunk volna érte, így be kellett érne B-döntő második helyével. A másik oldalon meg azt mondom, hogy kezd egyre jobban összeállni az a történet, amiért dolgozunk, hiszen nagyon jó rajtokat tudunk csinálni, szinte biztosan bárki mellől el tudunk jönni elsőnek, és amíg a kocsival nincsenek gondok, addig a futott körökbe is egyre jobban tudunk menni, és ott vagyunk az élmezőny nyakán. És ez a versenyzés erről szól, ez így szép a történet, hogy fej-fej mellett megyünk. Egyenre most a szerencse nincs annyira mellettünk, bízunk benne, hogy előbb-utóbb fordulni fog, és akkor a végeredmény is tökéletes lesz. Milyen érzés volt ismét Simon Zoli ellen harcolni? Jó volt, én azt mondom, hogy nagyon jót csatáztunk, Zoli is korrekt volt, régóta versenyzünk együtt, tehát ő sem ment bele egy idézőjebb értelmetlen összekocsanásba, csatába, és amikor láttam, hogy a kocsimmal valami gond van, ott abban az egyenesben meglassult, tisztán elengedtem, mert nem volt értelme, utána a nyomába tudtam eredni, szerintem az a két kör is iszonyatosan jó volt, csak ott ugye a féltengely miatt ugye kiestem, és akkor Zoli tudott nyerni. Jó lett volna még megmérkőzni a döntőbe is, hát majd a következőn.